fogvédő az egy nagyon hasznos és kötelező védőfelszerelés az ökövívónak, értelemszerűen védi a fogait, illetve a száját a súlyosabb sérülésektől. Érdemes a versenyzőknek figyelni arra, hogy megfelelő minőségű fogvédőt vásároljanak, nem biztos, hogy a legolcsóbb lesz a legjobb. Többek között azért is, mert a fogvédő nagyobb ütéseknél vagy egy kirezett helyzetben kieshet a versenyző szájából, ami viszont szabálytalanságnak számít, és nagyon fontos, hogyha háromszor kiesik a fogvédő, akkor a bíró kénytelen meginteni a versenyzőt. Ha viszont szándékos fogvédő kiköpésről van szó, akkor akár egyből is inthet a mérkőzésvezető. Többek között azért is figyeljetek, gyerekek, hogy milyen fogvédőt vásároltok, mert hogyha stabilan bent van a szátokban, akkor egészen biztosan kényelmesen kaptok levegőt is, de ha nem jó minőségű a fogvédő, akkor kicsúszhat a versenyző szájából félig, de sajnos előfordul az is, hogy a versenyzők levegőzés vagy egyéb más okból kifolyólag félig kitolják a szájukból a fogvédőt, ami ugyanolyan szabálytalanság, mint hogy a kiköpnél, figyeljetek rá, egyrészről mert szabálytalanság, másrészről mert nagyon balesetveszélyes, nyilvánvalóan akár súlyosabb következménye is lehet annak, hogyha úgy következik be, úgy kaptok be egy ütést, hogy a fogvédő félig kint van a szátokból. Ha a fogvédő kiesik a versenyző szájából, a mérkőzésvezető oda viszi az edzőhöz, aki megtisztítja a fogvédőt, majd tisztítás követően visszaadja a versenyző szájába. A mérkőzésvezető ezután indíthatja újra a küzdelmet, de mivel szándékos fogvédő, kiköpés történt, ezért meginti a versenyzőt. Az ökövívó mérkőzésnek mindig a sportszerűség szellemében kell zajlani. Szöveggel természetesen szövegelni nem lehet, beszélni nem lehet az ellenfélhez. Figyelni kell a tarkóütés természetesen szabálytalan ütés. A szándékos tarkóütés nagyon súlyos szabálytalanságnak számít, amiért intik a versenyzőt, és le is léptetik a versenyzőt súlyos szabálytalanság miatt. Mérkőzés vezető a versenyzőkre sokféle okból számolhat, nyilván a legáltalánosabb az, hogyha megrendítő erejű ütés kap akár fejre, akár testre, de akár csak védheti a versenyzőt a mérkőzés vezető a számolással, ha úgy látja, hogy túlzottan elfáradt, nem képes tartani a mérkőzés iramát, egész egyszerűen olyan helyzetbe kerülhet rövid időn belül, ami viszont már valóban súlyos károsodással járhat a számára. Fontos tény, hogy a számolás nem jár pont levonással a versenyző részére, tehát mondjuk úgy, hogy egy ütésnyi pont jelentősége van, nem több. Előfordul sajnos, hogy a versenyzők akár a számolásnál, akár eredményhirdetésnél nem értenek egyet a bíró döntésével, vagy egyéb más körülménnyel, és ezt nem sportszerűen fejezik ki, sportszerűen viselkednek, kesztyűt dobálnak, kötelet rugdosnak, vagy egyéb más módon úgy viselkednek, amely sportolóhoz méltatlan. Ebben az esetben a bíró vagy a versenybíróság diszkvalifikálni fogja a versenyzőt. Stop! Thank you.